A jó idő beköszöntével ismét növekszik a migrációs nyomás a szerb-magyar határszakaszon. Kedd délelőtt a Horgos melletti tranzitközpontnál mintegy 50 egyedülálló migráns férfi várakozott. Többségüknek azonban nincs papírja, csupán tisztálkodni és megpihenni érkeztek ide, az éjszaka folyamán pedig illegális úton próbálnak meg majd Magyarországra jutni. A tranzitközpont előtt mosakodó bevándorlók már több alkalommal próbáltak törvénytelenül átjutni Magyarországra. Az eddigi sikertelen próbálkozások ellenére azonban nem adják fel. I don't have a paper. I have a very badly problem in my country because I am Ahmadi. But Ahmadi people, Pakistani Muslim people can't like Ahmadi people. I am here in Serbia almost from 3 months and I want to go Italia. A Horgosi tranzitközpont szerb oldalán olyan migránsok is vannak, akik legális úton szeretnének az Európai Unióba jutni. One year in Serbia white. So Serbia okay do this shit camp. So do paper go to Subotica. Subotica is leader go to Horgos camp. So this Friday go Hungary. A migránsok ismét növekvő számáról a határmenti elhagyatott házak is árulkodnak. A külső falakon arab nyelvű írás, az épület belsejében pedig tűzgyújtás nyomai igazolják, hogy nemrég bevándorlók jártak itt. A szabadkai ideiglenes befogadó központban sem csökken a migránsok száma. Az itt tartózkodó 130, többségében családos bevándorló legális úton szeretne átjutni a szerb-magyar határszakaszon.